Sziasztok emberek! Hosszú idő után itt van újra a Gyűrűk Ura, és most már be fogjuk fejezni, ugye? Igen, így van. 3 év után, 2011-ben hagytam a legutoljára a felvételt és a legutolsó részt. Nem is raktam még fel a YouTube-ra, amit legutoljára felvettünk. Igen, az jó régen volt már. És azt emlékszem, hogy még szar minőségbe vettem föl, mert Windows XP-n volt. Most Windows 7-en, Avermedia rögzítéssel. Hú, gyerekek. Ó, ezt hogy hívják? Krem, azt hiszem. Ó, jól emlékeztem. Na, lembuszt, lembaszt, lembuszt. Lembuszt. Jó, hogy nem lábbusz. Nem tudom. Hogy mászott fel erre? Hú, hallod? Tényleg látszódik, hogy 3 éve nem nyúltunk hozzá. Elfelejtettem, mivel csinálok interakciót. Hú, atyaisten. Hát ezt is milyen régen vettük elő. Pedig ez nálunk nagyon alapjáték volt, ezt többször kipörgettük. 7-szer biztos. Hát, nagyon sokszor. Na, ez volt az egyik kultjátékunk. Á, még most is az. Még most is az, de amikor még újonnan volt, akkor a kedvencek egyike volt. Hát a Gyűrűk Ura az mindig valahogy az alapízlésünkhöz tartozott. Ugye? Igen, igen, jaj. Hí, ellenség, piros a kör. Várja, most jön Gimli. Várja, jön Gimli velünk. És hagyjuk a francba, hogy csinálja a dolgát. Ja. Itt legalább annyi pozitívum van, hogy ebben a játékban hasznos társak vannak. Nem úgy, mint némelyik másban. Jó. Hagyjatok engem békén. Hagyjatok engem békén. Jó, nem látszok. Jó, hát Gimli lefoglalja magát, én meg... Igen. Addig te meg tudsz tovább haladni. Oh, levert a létre! Láttad, hogy dőlt belőled a vér? Azt a... Szerintem egyél egy kremet. Azt sem tudom, mivel lehet megnyitni. Jó, pedig mondtam neked, hogy nézd meg az options-be, hogy mi a játék irányítása, mert már nem emlékszünk. Nem vágtad, hogy 3 éve nem vettük elő? Nem. Csoda, hogy egy gyűrűt fel tudtad húzni. Use, oké, erre emlékszem. Inventory, nem tudom, miben van. Ott van, I. Mondjuk gondoltam volna, de mindegy. Jé, ott gomba, a gomba. Gomba. Anyád van a gát? Gimli, szedd össze már. Gomba, nesze nektek vala gomba. Tudod mit? Tovább rohanok, és ott már a balrog lesz. Hú. Már az az igazság, hogy nem emlékszem, hogy milyen itt a balrog, de olyan ijesztő, mint a filmben. Hát az ijesztő kupája van. Ó, oh, Legolász. Én emlékszem, milyen a balrog. Jé, nem ilyenre emlékeztem. Csak nem tudom, hogy melyik varázslatot kell kinyírni. Na, ez lesz a kísérletezések próbája. Meg fogok dögölni. Mindig elképedem azon, hogy annyira jó hangja van a Gandalfnak. Nem tudom ki, hogy ki a szinkron színész, de olyan karakteres hangja van. Nagyon kedvelem a hangját. Jaj. Jézusom, hogy telibe talált? Atyaisten! És még én vagyok beszarva. Hú, hallod, már azokra a rúnákra nem is emlékszem. Lightning kell nekünk. Hogy mit csinál. Gyerünk, küldjed már, mert küldi a tűzgolyót. Jó, van, de azt hiszed olyan egyszerű. Ah! Hajrá! Ah! Visszafelsültem. Jó, várjál. Van lembaszunk is. Csak mirovorom van sok. Hú, már nem is emlékszem, hogy a mirovor mit csinált. Meg fogok halni. Ne hajj meg! Mondjuk ez úgyis most viszont utoljára Gandalfa. Tarts ki a végsőkig. Rohadt dögtől nem lehet felkelni. Ez olyan, mint a Soul Calibur 3, ha egyszer a földre jutsz, az istenek nem tudsz felkelni. De, meg lehet törni, csak... Oh! Jézusom!
Ez kinyírt, mint az állat. Leke hogy lekever? El is felejtettem, hogy van ilyen kartámadása. Jézus. Jó, van régen. De hogy hogy emlékeztél, hogy tudnod kell? De gondoltam régen, mindig megöltük. Na és így szorítottam háttérben mindig. Igen, igen. Ez izé mindig szó, hogy izé mirugor, mirugor. Ez az akar lenni. Mit is csinál a mirugor? A manámat tölt. Ja igen, a manát. Ez a két sikot fönnő. Igen, igen, igen. Így lehet megölni amúgy. Már eszembe jutott út közben. Igen. Kisé monoton, de azért hatásos. Mondja, megdöglik meg is. De szerintem az egyik legfélelmetesebb játékbeli szörny. Mint egész jól meg van csinálva. Szúrál szeretlek. Oké. Azért nekem a filmes barlog jobban tetszett, de azért, mert olyan tízesebb megjelenése volt. De azért ez is egész jól megcsináltak, viszont nem olyan nagy. Mert a filmben egészen monumentális volt. Könyvben már nem emlékszem, hogy pontosan hogyan volt leírva, de ott is ilyen nagy termeti szörny volt. Ennyi volt a barlog. Ügyes vagy. És láthatunk az átvezetőt is, mert régen nem láthattunk átvezetőt. Igen, szépen leanimált átvezető. Úgy kaptuk meg egyszer a játékot, hogy nem volt meg az összes... Hát átvezetők nem voltak ilyenek. Igen, mert az első még, amit még én hoztam el, az egyik volt osztálytársamtól, emlékszel? Igen, és azért... Azokból ki volt hagyva az átvezető. Mert egy CD-re nem fért rá, és így kihagyta az átvezetőket. Igen, pedig ez alap nagyon. És mikor megláttuk először PS2, hogy vannak átvezetők, kicsit ledöbbentünk. Van különbség a kettő közt. Nagyon szép. We forged on, out of the dark depths of Moria. And soon we reached the Golden Wood. Lothlórien. Találkozunk a... Galadriellel. Meg a... Hú, hogy is hívták a férjét? Hú. Ne sem emlékszem. Mert ugye a Arwennek a nagyanyja a Galadriel. De... Hú. Majd eszembe jut, vagy utána nézek. Kár, hogy még mindig három analyzert kell használnom szerencsétlen játékfuttatásához. Látod a Samu fejét? Mindig is megjegyeztem, hogy milyen creepy volt árnyékokkal. Igen. A hobbitok olyan félelmetesek, mikor ilyen rossz fényvilágítás van. Ja, igen, a textúra 3D analyze miatt van, úgyhogy sajnálom, AMD-vel nem tudom lefuttatni a játékot. Sajnos kell ilyen segédprogram, de szerintem egyáltalán nem szerintem szomorú. Nagyon szép. Jól adja le. Igen, egész jó. Most az, hogy háttérben van egy pici villogzás. Főleg ahhoz képest, hogy ez már egy régi játék, egészen szépen fut. Most lemegy Windows 7-on. Igen, mert még a régi felvételeket XP-n vettük fel. 3D Analyze programot kell használni hozzá, hogy akinek AMD gépje van. Na, reméljük most kiderül a név. In all the long years full of grievous tidings. De ez van a filmben is ez a karakter. Ő hamarabb néz ki Elrondnak, mint a, aki Elrondnak lett beállítva a játékban. Igen. Hú, akkor már nincs sok a végéből. Nem. Nincsen sok a végéből. Meg Galadriel után, mert még az a szakasz jön, amit ugye beszéltünk korábban. Melyik? Hát a folytatólagos, de hát ezt most nem fogjuk előre lelőni. Én nem tudom. Nem baj, majd meglátod. A lényeg, hogy én emlékszem. De most Lothlórienben vagyunk. Ja, és most oda kell rohannom. Beszélgethetnék a többiekkel, de én fosok erre. Hogy beszélsz? Hát úgy, ahogy. De ezt bírtam ezt a részt a játékban, hogy oldották meg, mikor kiakad. Milyen érdekes, hogy a Samu ott van. A könyvben azt hiszem úgy van, hogy csak ketten vannak Galadriellel. Igen, úgy van. Te mondtad még annól sokszor nekem.
Ted Sandyman cutting down all our trees. I'll cut him down. Oh, devilry. They've dug a Bagshot Row. They've run off my old gaffer. Milyen kis húsos. I have to go to the Shire. Would you turn from Frodo's quest? No. Do you wish to look now, Frodo? A szurálnál ennél a játéknál úgy el tudta érni azt, hogy a látványvilág annyira szép, annyira szurál. Nagyon kár, hogy megszűnt ez a cég, mert megnéztem volna még más játékokat is tőle. Hát a The Suffering az nagyon jó lett, és sokan szeretik, hogy a horror játék. De nagyon igényes. És ahhoz képest, hogy 2002-es játék, gyönyörű grafikája volt már akkor. Hát, azt hiszem általános iskolások voltunk, amikor ezt megismertük, úgyhogy elég régóta ismerjük, de az egyik legszínvonalasabb játékok egyike. Másik, hogy még áraig abból a korszakból származik, amikor még nem a filmes karakterekről, mert ez konkrétan a színészekről mintázták a játékokat. Azt hiszem az első film 2000-es, 2001-es, és mégis egyáltalán nem hasonlít egyik színészre sem, egyik karakter sem. Igen, ezt a könyvből, meg a vala 80-as évekbeli rajzfilmből mintázták. Igen. Úgy érdekes, mert azt olvastam még régen, hogy a rajzfilm megbukott. Igen. Pedig szerintem egészen jó rajzfilm. Hálaig a németek sokszor látták, úgyhogy német Ciklont sokszor láttam, de az egyik nekem tetszett. Azért bukott meg, mert maga a rajztechnika olyan volt, hogy... Na, ez bírom, amikor kiakadt közben. Oh, shall love me and despair! Imádom, amikor ezt mondja. Ez elég picsás volt. Igen, tudom, de annyira megtanultuk a szövegeket, meg minden, hogy annyira emlékszem. Igen, emlékszem, hogy mindig mondtuk, hogy mindig kell mondanak angolul. Annyira kurva jó volt, nem értettünk igen. Semmit, de igen, mondtuk. Akkor egy szót nem értettünk angolul, annyira régen volt ez a dolog. Még általános iskolában, meg ugye mi nem is tanultunk angolt általános iskolában. Csak német volt, meg sváb csak német volt, így van. És akkor emlékszem, hogy mindig mondtuk, amit mondanak, ugye hangzás után. Mindig mondtuk, amiket ők mondanak angolul. Ezek voltak a szavajárásaink még akkoriban. Celeborn! Tudtam, hogy tudom. Tudtam. Igen, de hol tartok? Ja, igen, azért bukott meg a rajzfilm, mert technikailag nem volt jó és tökéletes, szóval. Ugye láttad, hogy vannak ilyen átvezetők, ilyen, aminél ilyen rendesen emberek mozognak, tudod, mint hogyha film lenne. Igen. És azokat szarul oldották meg, az még új technika volt akkoriban is. Igen. Van olyan rajzfilm, amelyik jobban megoldott ezt, de meg nem mondom meg. De én szeretem ezt a rajzfilmet. Szép, amúgy, de az újra szinkronizált verzió, azt le lehet tölteni Encore-ról. És ez kegyetlenül fos. Én nem tudom, az az igazság, hogy én még amikor láttam, de akkor látta akkor velem a... Akkor még Samunak volt a hangja. Látta velem még a Nemo is. Az akkor volt, amikor videókazettáról megnéztük. Igen. Én már nem is emlékszem, hogy milyen szinkronnal néztük. A Samu-nak a hangja, aki a filmben volt Samu hangja, az volt Frodo-nak a hangja. Most nem ez a helyzet. Várj, egy kicsit lemaradtam. Tehát aki a filmbe, a Frodo-nak a hangja. Nem Samu-nak a hangja. A Kerekes József. Igen, az szinkronizálta a rajzfilmben Frodo-t. Értem. Hát igen, Kerekes érdekes választás. Kerekes, igen. Kerekes József. A Jim Carrey. Igen, igen. Én bírom a Kerekes Józsefet. Főleg a Family, főleg a Family Guy-ba. De amit Samuként leművel, de ez nem az ő hibája, de az egyszerűen annyira búzis, nem akartam kimondani ezt a szót, de ha már kimondtad, kimondom. Annyira búzisan beszél a Gyűrűk Ura szinkronban a Kerekes, de nem az ő hibája, hanem egyszerűen a szerep ilyen. Igazából biztosan sokan láttátok a Stop Shop 2 című filmet, ahol ugyanis a Gyűrűk Uráról vitatkoznak, és amit ott elmondtak a filmben, én azzal valamilyen szinten egyetértek. Tehát aki elolvassa a könyvet, ott ilyen nyálas dolgok nem jönnek át, meg ilyen buzis dolgok. Nekem nem tetszett ilyen tekintetben a... Annyira azok, Legolász azok. Igazából nekem az a véleményem az egészről, hogy az így... Amúgy Peter Jackson munkásságára egy kicsit kitérve,
nagy port tud kavarni ilyen gyűrkurás körökben az a dolog, hogy sokan nehezen hiszik el, hogy a Hullajó című filmet a Peter Jackson rendezte, ami egy nagyon-nagyon jó film, én legalábbis eddig még csak egyszer láttam, de szórakoztató, tehát igazából el sem akartam hinni, hogy ez egy rendezőnek a munkássága, mert a Hullajó és a Gyűrűkora között mérföldnyi különbség van. Igazából azért is örülök, hogy elővettük ezt a játékot, mert kellemes, nosztalgikus érzéseket kelt. Másrészt még visszatérve a Peter Jackson munkásságára, kisé felháborított a Hobbit megfilmesítése olyan szempontból, hogy ugye aki olvasta a Hobbitot, azt tudja, hogy egy rövid kis történet, ugye hangos könyvben elérhető nagyon-nagyon jó hangalámondással, egy pillanat, és majd mondom, hogy ki volt a... Nem. Már meghalt szegény színész, de nagyon-nagyon jó hangja volt. Na mindegy, majd eszembe jut a színész neve, szegény Isten nyugosztalja, meghalt, és az ő előadás, valamilyen Kaszás Attila. Kaszás Attila felmondta a Hobbitot hangoskönyvként, és nekem az az egyik kedvenc hangoskönyvem, tehát amilyen mesésen elmondja a Kaszás. Nekem a Kern András elripottam. Igen, az is még nagyon jó, de a Kaszásnak nagyon jó a Hobbit hangoskönyve, és igazából kicsit felháborított, hogy ezt a képet ugye a Jackson kicsit tönkretette, pedig amúgy bebizonyította, hogy jó rendező, de valamiért mégis sikerült egy rosszabb vágányra terelni az egészet, olyan szempontból, hogy ugye aki látta a Gyűrűkurát, mint úgy értem magát a három kötetet, meg aki látta a Babót, az látja, hogy milyen terjedelmi különbségek vannak a kettő között. És kicsit felháborító, hogy a Gyűrűkora filmből három rész van, és a Hobbitból is három rész van, holott szinte nem tudom, hogy most hány oldal jelenleg, mert nekünk sosem volt, meg olvastuk, legalábbis én olvastam, de sose volt meg nekünk, és kicsit felháborítónak tartom, hogy három feleszette. Nem vagyok benne biztos, de azt hiszem a Warner Bros. Nyomására történt így, de ha esetleg rosszul mondom, nyugodtan javítsatok ki. És kicsi felborítónak tartom, hogy a pénzkeresés szempontjából három felé szedték. Én nem tudom, hogy ugye Harry Potter is így járt, hogy az utolsó filmet két felé szedték, ugye a Twilight-ot is, bár mondjuk az inkább nem is minősíteném eleve. Nagyon sok film így jár mostanában, amit nagyon rossznak tartok. És sajnálom, hogy a Hobbitot egy kicsit így, hát, sikerült meggyarázni, mert közben ugye Nazgul, szóval, hogy sikerült... Samut viszi. Igen, erre már én sem emlékeztem. Szóval egy kicsit sikerült meggyarázni ezt a képet, viszont ha valaki a YouTube-ra felmegy, van a Hobbitból egy orosz verzió, nem tudom, hogy hányas évekbeli, de ilyen 60-as, 70-as, 80-as évekbeli talán, hogy az oroszok megrendezték a Hobbitot az ő saját elképzelésük szerint. Én nem néztem azt végig, csak láttam, hogy fent van a YouTube-on, de állítólag sokkal jobb, meg sokkal mesésebb, tehát tényleg az eredetihez ragaszkodó alkotás. Mert ugye az a baj a mostani Hobbittal, hogy tehát túl komolyan vette önmagát, mert ugye Tolkien a gyerekeinek írta a Hobbitot. Tehát az a lényeg, hogy túl komolyan vette önmagát a film, amit nem kellett volna. Közben a húgom harcol. Úgyhogy visszatérve, az volt az érdekes, hogy amikor... Na, akkor majd lerúghatod a farkasokat. Visszatérve még annyit szeretnék ehhez a dologhoz mondani, hogy amikor megnéztem a YouTube-on, majd belenéztem ebbe az orosz Hobbitba, nagyon sok kommentelő azt írta, mert ugye kitört a Hobbit kapcsán ez a botrány egyrészt, hogy valami olyasmi kamera képkocka rendszerrel vette fel a Peter Jackson, ami
a szappanoperák filmkocka rendszerével egyezik meg. Ezt nem tudom pontosan, hogy hogy van, csak tudom, hogy valami ilyesmi probléma volt. Tehát volt is olyan, hogy Amerikában filmvetítés közben rosszul lettek, mert úgy gyors volt a kép, ahogy jött 3D-ben. A másik, hogy ugye, amit már említettem, hogy túl komolyan vette magát szerintem, amit nem kellett volna. Tehát ez alapvetően mégiscsak egy mese. Tehát akinek nincsen kedve elolvasni, nagyon érdemes meghallgatni a Kaszás Attila által narrált Hobbitot, mert tényleg gyerekeknek is való, tehát érdemes meghallgatni. Tehát, hogy egy pillanat kicsit belekavarodtam, amit akartam mondani, de... Én meg emlékszem, hogy kell harcolni, még az is csoda. Na, eljutottunk idáig. Jó. De visszatérve... Jaj, eszembe jutott, hogy mit szerettem volna mondani, hogy ugye voltak ezek a botrányok, hogy eredetileg ugye két részes lett volna maga a Hobbit, de ugye úgy döntöttek, hogy legyen három részes, hogy miért ne, nem elég annyi pénz nekik, legyen még több, és az tetszett nagyon, hogy az egyik kommentelő odaírta angolul, hogy nagyon szépen köszöni az oroszoknak, mert megspórolt neki x dollárt, tehát hogy nem kellett megnéznie, mert nem tudom, hogy tudjátok-e, de Amerikában a 3D más ugyan van, mint itt Magyarországon, tehát míg itt egy 3D-s jegy olyan 1500 vagy 1700 forint körül mozog, jelenleg nem tudom, mert 3D-s filmre nem nagyon szoktam menni. Amerikában viszont... Nem tudom, hogy milyen okból kifolyólag, de az eredeti jegyárnak a háromszorosa a 3D-s filmvetítés. Nem tudom, hogy ez miért alakult Amerikában így ki. Frodo törik! Júj! Védd meg őt! És külön tetszett ez a komment, hogy valaki odaírt, hogy megspórolták, hogy köszönjük az oroszoknak, mert megspórolták neki a 3D-s mozi jegyárát. Tehát, hogy annyira... nem lehet jó az amerikai verzió, hogy inkább el sem ment megnézni. Úgyhogy voltak ilyen érdekes dolgok, amikor ugye kikerült ez a hír, hogy három részes lesz, de én mindenképpen fontosnak tartottam most a Hobbitot megemlíteni, egyrészt mert ugye aktuális, mert ugye még egy rész jön, másrészt meg ugye aki olvasta, vagy valamennyire ismeri, az ugye tudja, hogy a gyűrűnek a részben lévő eredete ugye kiderül a Babóból, vagy Hobbitból. Ugye a Gönc ezt a szép nevet adta neki, hogy Babó, de azért én megszokásból már Hobbitnak szoktam hívni. Nem rossz annyira, én megértem, hogy miért Babó. Hát igazából ez olyan, mint a Witcher meg a vaják. Furán hangzik a vaják, de egy idő után rájössz, hogy sokkal jobb magyarul a vaják. Hát szerintem azért adta Babó nevet, mert ugye baba. És ugye kis emberek. Kis emberek, igen. Kis szörös talpúak. És babó, szerintem. Igen, igen, szerintem is. És... Tudod, mi lesz, hogyha én ide leesek? Tudom. Bizony, emlékszem még rá. Úgyis ez az utolsó pálya. Így van. Most már nekem is eszembe jutott, hogy Amon Henion. Igen. Hú, az az igazság, hogy pont azon gondolkodtam, hogy újra kéne a Gyűrűk urát olvasni, mert én régen Gyűrűk ura szakértő voltam. Emlékszel, itt két troll jön. Régen úgymond Gyűrűk ura szakértő voltam, meg voltam Gyűrűk ura táborban is. Hagyjatok engem békén. De az az igazság, hogy mostanában egyre inkább rádöbbenek, hogy fogalmam sincs a Gyűrűk uráról. Már olyan régen olvastam, hogy tényleg újra kéne olvasni. Szóval visszatérve mindenképpen fontosnak tartottam egy kicsit a Babóról beszélni, miközben a testvérem harcol, mert... Már meg nem döglik. Igen, mert ugye a gyűrű ott is szerepet kap. Meg amúgy érdekes karakter a Bilbo. Nekem tetszett így, mint karakter, bár azért a Frodót jobban, de nem a filmes Frodót, hanem a könyves Frodót. De úgy érdekes karakter. Sziasztok, a Bilbo is. Sziasztok, buliban! Jön a két troll. Emlékszel, ezt nagyon régen úgy írtad ki, hogy ilyen nagyon távolról nyilasztod őket. Csak hogy hogyan, azt már nem lehet, hogy be tudtam őket szorítani oda. Igen, volt valami olyasmi, hogy beszorultak, és onnan lenyilasztad őket. Megállt az egyik.
Ez nem igen, de akadt. Áááá, vigyázz! Az már kiakadt az a szemét. Most valamiért a Lembászról eszembe jutott, hogy a Tesco-ba lehet Hobbit kekszet kapni. Lehetett. Lehetett? Láttam. Nem tudom, de én nem olyan régen láttam. Lehet interspár, vagy nem tudom. Akkor vegyél már nekem egyet, és sosem találom. Jó, ha egyszer ha látni fogok a boltban, veszek neked, azt megesszük. De az igazság, hogy még a gyűrűkura táborban volt, hogy Hobbit kekszet ettünk, és mindig úgy megmosolyogtam, hogy annyira nagyon jó ötlet. Igaz, marketing fot. Igen, igen. Nem tudom, hogy hogy csináltad, de ügyes vagy. Igen, mennyit szenvedtem. Igaz, kisé marketingfogásnak tartom, hogy a Hobbit Kex néven sokkal drágábban eladják azt a kekszet, viszont amikor én ettem, nagyon jön finom még volt. Persze, jön még, én emlékszem most már, még ha régen is volt. Tehát drágálom, viszont finom keksz. Most nem tudom, hogy mennyi lehet az ára, de régen drága volt, amikor még ugye a Gyűrűk Ura nagy cucc volt. Bár azért a parappás kenyérpirítót nem übereli. Ja, hát igen. Hát azon készen vagyok, hogy mennyibe kerül. Igen, jobb, hogy megnéztük a videódat. Remélem, hát el fogom küldeni, neked nem érdekel. Frodo is ott van, na gyere! Hajrá! Annyira nagyon jól megcsinálták ezeket a trollokat, olyan életszerű. Annyira addiktív hatást okoz ez a harc, mint szemlék tök egyszerű, szóval gyakorlatilag a balegér gombot megerőszakolom, szó szerint. És ott tart, és érdekel. Figyelj, ezek ilyen óriás patkányok, vagy patkányfarkasok, vagy ezt már régebben is kérdeztem, még 4 évvel ezelőtt, nem tudom. Az az igazság, hogy mindig megkérdezem, aztán elfelejtem. De mindig nézem, hogy ezek milyen lények. Ah, kinyírtad! Nagyon ügyes vagy. Mehetünk és is tovább. És over maybe a best. Jó. Ugye milyen jó és kényelmes, és nincs FPS, nem mint hogyha ennyi a játéknak kellene lennie, mert ez annyira alapjáték, hogy ez nem fut le, akkor... Vigyázz! Eltalál a köcsögje. Innentől már gyerekjáték lesz az egész. Kinyúlt. Hát igen, itt az íjászok jó szemetek. Itt nagyon könnyű eltaláltatni magadat. Ha ez így helyes, ahogyan mondom, eltaláltatni magadat. Feltaláljuk a... Hú, ne tudd meg, múltkor sárkányok népe csoportba abba kötöttek bele, hogy... a helyesírás mennyire fölösleges, mert egy embernek nem kell, hogy ki tudja fejezni magát, én meg ott fogtam a fejemet, mint a hülye. Hát nem tudom, de amikor meglátom a hülyét pontosével, és amúgy olyanok vannak, én nem tudom, de vannak oldalak, ahol ilyen hülyeségeket raknak fel, tehát mondjuk például, hogy a Tesco-ba vagy bárhol máshol lefotózzák a hibásan kiírt terméket, és így akkor fogom a fejem, hogy milyen emberek dolgoznak a Tesco-nál, meg a többi ilyen boltnál, mert ugye másnál is előfordul interspár, meg ilyenek, hogy egyszerűen nem tudnak helyesen írni, és igazából én szégyellem magukat a helyükben, hogy nem tudnak helyesen írni. Mert azért az anyanyelvén azért alap lenne, hogy az ember azért helyesen ír. Most nem azt mondom, hogy minden egyes szót pontosan tudni, hogy azt hogy kell írni. De azért ez így alap lenne. Jé, az Legolas. És hogy talált oda? Hát besegítenek nekem, úgyhogy most leesek, és itt megint lesz egy troll. De az a másik fajta, azt hiszem. Hát pedig ez úgy néz ki. Ugyanúgy, jó. Már a Móriában volt a másik fajta. Ezt nem tudom kikerülni, ezt akármit csinálok, nem meg. Annyira egy húsi. Nem tudom, de valahogy ez a troll nem rémisztő, inkább aranyos. Én ilyen kis plüsi figurába elfogadnám, vagy ilyen szoborba. Hát köszönöm. Oh, azt hogy? Úgy, hogy ravaszdög. Tehát tudod, Legolas. Legolas.
mindig emlékszem, hogy mindig megpróbáltam felmászni a játék olyan helyre, ígyre, amire nem tudok felmászni. Már nem emlékszem, hogy sikerrel jártál le. Nem lehet. Á, lembasz. Lembasz. Rossz az, aki rosszra gondol. Jó. Ja, ezeket nem lehet megölni, hiába rökötte vele 4 órán keresztül. Tudjátok, gyerekek, játék mechanikában nem fogtam fel azt, hogy vannak olyan ellenfelek, akiket nem lehet megölni. Azért van ez, mert hogy valamivel lefoglalja magát kedves barátunk. És mindig ütöttem egyfolytában őket, és így még az egyiket magamra is húztam, és nem lehetett velük mit csinálni. Igen. Emlékszem, hogy azzal ment el az idő, hogy állandóan vágtuk őket. Hát jó, hát... Jó. Csak körbenézek, én már nem tudom, merre kell menni. Ja, tök jó megizni még a Prince of Persia-t is, de én nem vagyok az az ember. Ja, itt kell majd, az mentek itt. Hát én csak olyan játékot tudok megjegyezni, amit 100-szor végigvittem. Ilyen a Hunting Ground, azt már betéve tudom, hogy mihol merre van. De az, az igazság, hogy alapvetően én sem tudom megjegyezni. Csak úgy rémlik. Oké, most futnak. Jaj, gyűrű tartsák ki. Hát pedig már merül. Elfutottak. Nem bassz. Jaj, azért mindig elképedek azon, hogy mekkora egy zseni volt a Tolkien. Mi nem tudom, hogy tudtátok-e. De menjétek már el, ezeknek el kéne menjük, de Afrikában született Tolkien. Te tudtad? Afrikában? Igen, mert ugye arrafele voltak gyarmatok, most nem tudom, hogy pontosan milyen, gondolom angol gyarmat. És Afrikában született Tolkien. Én úgy emlékszem, hogy... Mert ez úgy nagyon megmaradt ez a dolog, hogy Afrikában. De ennek a két katonának amúgy nem kellett volna visszagyalogolnia. És nagyon érdekes volt ez a dolog is, hogy azt hiszem úgy volt, de javítsatok ki, hogyha rosszul mondom, hogy meghaltak a szülei, vagy valami volt, és egy pap nevelte fel őt és a testvérét, Tolkien. És az a lényeg, hogy volt egy lány, akivel egymásba szerettek, aki a később a párja lett. És nagyon érdekesnek találtam, hogy az a pap próbálta eltiltani Tolkient a hölgytől, de hát nem sikerült, mert ugye később nagyon sok gyerekük lett. De ezt mindig is olyan érdekesnek találtam Tolkiennek az élettörténetét. Régen amúgy betéve tudtam, most már csak ilyen foszlányok maradtak meg. De ez mit így meg... kell leginkább tudni róla? Hát szerintem azért elég érdekes, hogy Afrikában született. Most nem, azt hiszem Dél-Afrikában. Fogföld fele, azt hiszem. De nem vagyok benne biztos. Igen, igen, de nagyon érdekesnek találtam ezt a dolgot. Hát ugye nem tudom, hogy mennyi gyereke volt, de sok gyereke volt, azt sok tudom. Sok gyereke? Igen. Meg azon is, nem tudom, de egy 4, azt hiszem, 3-4 volt, azt hiszem. De utána kéne nézni, már amúgy tervezem, hogy úgy elolvasom megint az ön életrajzát, mert mindig is egy érdekes embernek találtam. Ugye amúgy még azt kell róla tudni, hogy nyelvész volt, és ugye mivel a nyelvészet volt a szenvedélye, ugye így nem volt neki ezáltali hajlamában nehéz a tünde nyelveket kitalálni, mert több tünde nyelv van. Ugye aki a Gyűrűk Ura könyvet ha valaki a kezébe fogja, ott a függelékek részben leírja a tünde nyelvek fajtáit, ugye egy alap ABC-t is azt hiszem. Tehát azért egészen szépen felépített ezt a világot. Megtalálni még gomba is. Igen. Igen. Viszont amit nagyon sajnálok, az az, hogy a középfölde történelmét azt hiszem nem fordították le teljes egészében magyar. Azt hiszem egy nem is tudom hány kötetes könyv, de ilyen nagy megtermett kötetek. Azért nem mondok pontos számot, mert komolyan nem emlékszem, hogy hány kötetes a középfölde történelme. De ezt úgy mindig sajnáltam, hogy nem fordították le. Hát ugye, amit lefordítottak még ehhez hasonló témában, az ugye a Silmarilok, az szerintem nagyon alap. Tehát abban konkrétan a teremtéstörténetet írja le, hogy ő hogyan képzelt el ebben a világban, hogy hogyan született ez a világ. Ó. Ugye az Ainu Lindale, vagy valami ilyesmi volt a
Silmarillokban a címe, amúgy nekem az egyik kedvenc könyvem. Ami még érdekes könyv, bár azt én nem olvastam el teljesen, az a Gyűrű keresése. Anyádat! Azt is úgy érdekesnek találtam, ameddig belenéztem. Azt hiszem, az arról szól, hogy Gandalf meg Aragorn hogyan indul megkeresni eleve a gyűrűt. De az az igazság, hogy mivel nem olvastam el, nem tudom pontosan elmondani, miről szól, de amúgy Szuki csatta azt hiszem ki a könyvet. Nagyon szép magyar borítóval. Meg még ami... Igen. Arra még emlékszel, amikor volt a Tolkien enciklopédia? Az is nagyon egy nagyon klassz magyar kiadás. Mármint, hogy nem magyar kiadás volt, de hogy kiadták magyarul. Most nézem, hogy Aragornnak milyen van kardvédője. Persze, ez eddig nem tűnt fel. Csak most így tűnt fel, hogy így nekem is van most már. Úgyhogy ezt így mindig is jó dolognak tartottam, hogy ki megjelent ennyi dolog, hogy kijött ennyi dolog. Ugye van még, nem olyan régen láttam könyvesboltban az Elveszett mesék könyvét. Majd egyszer rászánom magamat. Nekem a Tolkien mesék tetszenek, tudod, az ilyen kis... Igen, az a Vuttudi, vagy Vuttuni, vagy valamilyen Kovács mester. Kovács, meg a... Igen, a Kovács mester, a... Az, aki a fenevér sárkány a paktát. Igen, igen, a fenevér sárkány. Igen, igen, igen. Én tudom, hogy mikre gondolsz. Igen. Hát ugye, amikor játszottuk, elkezdtük ezt a játékot játszani, ugye a Bombadil Tomás részt megcsináltuk, de a Bombadil Tomás csak ugye a könyvben van. Igazából annyira... Igen, az tényleg valóban jó, viszont szerintem jó, hogy a filmből, jobb, hogy a filmből kihagyták, mert így is jó hosszú lett a film. Nem tudom, aki látta a Gyűrűk Ura a bővített kiadásokat. Játék, hogy megölöm őket, látod? Igen, igen. Jó. Látom. Igen. Hogy a Gyűrűk Ura bővítettek kell, is így is jó hosszúak lettek a filmek, nemhogy még anélkül. Mert hogy eleve is hosszúak, nemhogy még bővítettek el, már kicsit félrebeszélek. Azt tudod, hogy ez már a vége. Bizony. Ez már a vége. És megtaláltuk Samut. Megegyeztünk a tesómmal abban, hogy ez a... Hiába ez egy nagyon jó játék, valahogy a vége egyikünknek sem tetszett, meg... Folytatása sem. Túl folytatás szagú, és az valahogy azért nem tetszett nekünk, mert... ugye nem született folytatás. És hát konkrétan nem jött. Volna folytatás a... Izengárdos. Isengard. Fú, nem tudom, mi volt a címe, de rákeresettek ilyen féle rész. Igen, vasútbardos játék lett volna. Ugyanezzel a motorral, szóval a felosítnak a motorjával, csak nem. Nem készült el, sajnos. De nem adták ki. Mondjuk én jobban tartom, hogy a Conquest kijött később, mert abban jobban bele lehetett bújni Nazgulnak, meg Balrognak a bőrébe. De azt végigvitt? Igen. Mert azt annyira én nem ismerem. Egyszerű a játék amúgy. Az Izengárdos játék meg az lett volna, hogy így... ilyen külső nézetből nagyon... mint az Eragon, olyan játékstílusba kellett volna játszanom. És most jön az, hogy el kéne találnom ezt a kis dögöt. Bizonyán, miközben löveli ezeket a zöld pamacsokat. Hát próbálom kikerülni. Mindig olyan érzésem volt, mintha ránk hányna. Tulajdon kéne eltalálnom. Nem egyszerű eltalálni, úgyhogy ez a szóval. Igen, ezzel kicsit küzdöttünk. Mármint a testvérem. Általában mindig úgy volt, hogy ő játszott és én néztem. Különösen Nazgulos részeknél nem voltam olyan bátor, hogy én irányítsak. Nem biztos pedig. Nem vészes, de amikor még nagyon régen játszottuk, még te is be voltál tojva. Mikor még általános iskolások voltunk. Atyaék, akkor még ez volt a csúcs grafika. Atyaék, az milyen régen volt? Most? Eltaláltam pedig. Nem egy lövés kell bele? Nem egy lövés kell bele. Én már nem tudom. Soroznod hogy... kell. De ne sajnáld a kaját. Azt a... I see. Azt tudom, hogy majd úgy emlékszem, hogy lövöldözni kell, de nem nyírod ki. Csak elmegy, vagy átvezető valami ilyesmi. Lesz, mert... Igen, igen, igen. Úgyhogy ahogy tudod, íjazd. Vagy nyirazd. Oké.
Eltaláltam, már megint csinált ő. Igen, de nehéz ennyire mozgó célpontot lelőni. Csak kell kerülnöm a lövéseket, mert annyi krámom meg lembaszom nincs. Onnan meg nem találom elef nélkül. Amúgy ebben a játékban mindig is nagyon tetszett, hogy nem csak a Frodo-val lehet menni, hanem Gandalf-val és Aragorn-nal is. Igazából szerintem ennél jobbra meg sem csinálhatták volna. Sose láttam igazán kivetni valót ebben a játékban. Nyilván van, csak mi bennünket annyira nem érdekel. Igen. Amikor már jó a játékélmény, akkor már nem számít. Aszta! Azért ezt jó hamar megcsináltad. Régen mennyit veszakoltam vele. És itt van az megérdemelt CGI, amit most látunk először. Igen. Akartam mondani. Szóst látjuk először. Annyi volt. És Legolas lőtte le. Az átvezetőben. Nem szólok semmit. They've taken Frodo in safety to the very edge of Mordor. So the Fellowship has succeeded. Yet I see the Ringbearer alone as he crosses into the dark land. Hú, befejeztük. Hát igen. Nem lett valami hosszú játék. Hát ilyen, azért 2-3 napot biztos eltöltöttünk vele, ha nem többet, így folyamatos 2-3 órás játékidővel. Igen. Jó, hát maga a játék idején nem sokszor ilyen megkockáztatom, hogy ugye meg lehet kerülni az ellenfeleket, csak mi mindig leöltük őket, szóval ilyen... Igen. Látni fogod majd Gandalf szinkronját. Nekünk mindig vérünkben volt a harc. Levertük mindig őket, mindig, mint az állat. Hát én most átfutottam Frodóval ott az orkoknál. Igen, de azokat mindig megöltük régen. Én mindig megöltem Frodóval. Ja. Így van. Tehát most meg leszartam kb. Közben jön a kredit. Mit csinálták? Alan Patmore a projektnek a direktora. Az az igazság, hogy én nem, lehet, hogy végignéztük a kredit listát, de én sosem emlékeztem így rá. Ilyenkor az az igazság, hogy mindig a magyar neveket szoktam így kutatni a szememmel, hogy vannak ám. Ennél a játéknak? Nem, úgy értem eleve, hogy azért meglepődtem azon is, hogy a Walking Dead játékhoz, amit ugye még készítenek részben, meglepődtem, hogy egy hölgy neve bukkant fel. Már nem emlékszem a hölgy nevére, meg hogy pontosan milyen pozícióban dolgozott a Walking Deadnél, de az nagyon-nagyon tetszett, hogy azért próbálkoznak. Ugye Silent Hillből is volt, amit magyarok csináltak, ugye a Shattered Memoriesban nagyon sok magyar dolgozott együtt, ugye japánok elég sok magyart alkalmaztak akkor, meg a Silent Hill Origins, ilyenkor mindig olyan jó érzés látni magyar neveket, hogy na, nem haldoklik a magyar játékipar, és igenis, még hogyha külföldre is mennek a programozók, igenis csinálják, és... Brad Spear csinált a zenét, amúgy úgy nagyon jó. Hol van? Már elment, úgyhogy... Ja, hát bocsánat, mert itt közben. Két teszter volt. Ez sok teszter szokott lenni. De úgy látszik itt többségében amerikai nevek vannak, én legalábbis olyan különös hangzású nevet nem láttam még. Hát a Feng Zhu az egyértelműen kínai, látjuk concept design. Így aznék meg, hogy most el ugye foglalkoztam a Nazgattal, ami nekem megvan, zárt bétába játszhatok vele, mindjárt open beta lesz, szóval már készül a kiadás. És annak ugye lett volna a Legacy of King Dead Sun. Mi kijött volna 2011-ben, és úgy képzeld, hogy az a cég csinálta volna a single player-t, ami a Shatterhand Memorize-nak a... Tényleg? Aha. Memorize-om. A Shattered... Shattered Memories. Tudom, miért hogy... Shatterhand-et mondok mindig? Semmi gond. Már annyi ilyen hasonló hangzású játék van. Na, oh! Tom Kane. Ő a Gandalf. Tom Kane? Mhm. Hú, de nagyon ismerős. Darren Norris. Nekem meg ő ismerős, Aragorn. Hát ugye kérdéses, hogy ezek most mennyire használt szinkron hangok. Én nem tudom, de amikor az amerikai szinkronokra gondolok, akkor az elsőként mindig a Laura Bailey jut eszembe. Ja, Blood Rain. Igen, a Blood Rain. Talán az a legkarakteresebb szerepe. Tényleg az új játékot le kéne tölteni. Viszont én a Jennifer Hill-t ismerem. Ő egy nagyon híres szinkron színésznő. Ő volt a Galadriel? Igen.
Jennifer Hale nagyon-nagyon foglalkoztatott szinkronszínész. Az egyik a Mass Effect-től kezdve a Kotoron keresztül rengeteg szerepe volt. Igen. És azért egy nagyon jó szinkron, mert annyiféleképpen el tudja adni a hangját, meg hogy annyiféle szerepet el tud játszani. Szerintem az egyik legjobb szinkron hang. Gyönyörű, egyszerűen örülök, hogy ez a mű, ezt most így végigjátszottuk. Azért hamar végigvittük a végét már. Hát igen. De már csak egy epizódtól voltunk a végétől, és nem csináltuk meg. Hát igen. Nem baj. Nem, utólag bepótoltuk, ennyi most már. Ez az ami első késik, nem úgy. Nem, bocsánat, ez a második végigjátszásom, amit végigjátszottam. Igen. Eddig még a Super Nintendo-t se fejeztem be, nem azért, mert fel van véve a hanganyag, meg minden, csak... fáradt vagyok hozzá. Bizony. Viszont azért a kreditre már rakhattak volna egy kevés zenét. Volt, csak szerintem a 3D Analyze úgy töltötte be, de amúgy szól az eredeti zenéje, ami a menüben van. Igen, mert az úgy furcsáltam is, hogy általában, na ott látok egy japán nevet, valószínűleg félvér lehet, Andrew Shiozaki. Biztos félvér. De vámpír, basszus, félvér lehet. Jó, de úgy értem. Akkor félig japán, félig amerikai. Értem. Tudjuk, mint a Linkin Park rappere. Na, szóval... kiverted a fejemből, tessék, kösz. Sorry. Szóval örülök, hogy ezt a játékot így végigvitte. Hát mondom, a többit is végig fogom. Most a NASCAR bemutató a legfontosabb, úgyhogy azon fogok most így ködni. Aj. Tényleg az új Blood Rain-t azt le kell töltenem. Fel kell róla vennem egy kicsi felvételt. Hát, nem tudom, én megnéztem, én azért annyira nem voltam elragadtatva tőle. Hát olyan baba arca lett, hogy halljaj. Igen. De amúgy érdekesek, ugye, tehát úgy szépek a hátterek, de valahogy ugye az ellenségek olyan primitívek, ami kicsi csalódás volt. De azért... így belegondolva most a Blood Rain-be, bár egészen eltértünk az eredeti tártól. Nem baj, ez úgy is a kredic, mert... Szerintem nagyon jó karaktert adott a Blood Rain-nek. Igen. Tehát nem tudnám más szinkronggal vannak tesztelek. Igen, igen. Úgy látszik, több részlegnél tesztelték, és több location-ről dolgoztak a game-ben. Igen, általában úgy szokták. Annyira mondjuk nem értek ez a tesztelés dologhoz, de mindig azt veszem észre a kredit résznél, hogy több országban mondjuk, tesztelték. Azt nem tudom, hogy ez az Isengard-os játék milyen okból nem jelent meg, mert nem adtak ki erről információt, de biztos jó lett volna, hát mondom, ez ennek a játéknak a motorjával lett volna. Ennyi, nem. Speciál thanks, J.J.R. Tolkien. Hát igen, azért az alap. Azért hát... egészen szép kort megért, úgy tudom. Nem szép tudom, kort nekem, megért. Megmondom, ez az egész emberke nekem távol áll tőlem mindig is, mert nagyon szeretem úgy a Gyűrűk Urát, mint az első részt, de az a probléma, hogy már annyira masszív fantasy, és nem is masszív, annyira hardcore fantasy, bocsánat, hogy emiatt számomra emészthetetlen, mert úgy nálam úgy elveszik úgy az érzelem, empátia, érték része. Van benne, csak úgy lelki dolgok nincsenek benne. Érted, miről beszélek? Hogy én tökéletesen értem. Hogy a lélek... de a tétje az úgy nem fontos ebben a világban, és nekem ennyi igen. Bajom van vele igazából, mert tök szép. És viszont az az érdekes, hogy amiről beszélsz, az meg a Silmarillokban egyáltalán nem érezhető. Tehát ott egy sokkal kidolgozottabb munkát láthatunk. Ezért fogom elolvasni, hogyha odaadod a könyvet. Hát egy hamar nem fogom, mert a Turin Turán város történetre szükségem van. Akkor keressél nekem egy e-bookot. Jó. Jó. Ki tudja, lehet megkapott tőlem, na? Hát valami, azért remélem, hogy ilyen, van ilyen kisebb vékonyabb kiadás, mert ez a vastag könyv, hát az a fejbe vághatok embereket is. Az az igazság, hogy mint a Gyűrűk Urából, mint a Silmarillokból, egészen sok kiadás van, és nem tudom, hogy nekem a keménykötéses verzió van meg, és nekem az tetszik a legjobban, pedig amúgy nem azzal a borítóval ismertem meg először, de nekem
azzal a kedvencem, ahogyan nekem csak ugyanaz a fordító legyen meg minden csak. Hát általában ugye, most nem tudom, hogy a Silmarillokat is a Gönc fordította-e. Gönczárpád. Így van, de azt tudom, hogy a Gyűrűkurát meg a Babót ő. Azért egész jó, hogy ilyen hasznos köztársasági elnökünk volt. Igen. És azt mindig elfelejtik megemlegetni töri órán, de... Igen. Pedig az az érdekes, hogy úgy tudom, hogy a Gönc Árpád ült börtönben, és a börtönben fordította le a Gyűrűkurát. Mert ilyen politikai, vagy... Az igazság, én nem igazán tudom, hogy milyen okkal, de valamivel börtönbe rakták, és ott fordítgatott nagyon sok... Amúgy azt is tudni kell, hogy a Frankensteint Mary Shelley-től ő fordította magyarra, szerintem az egyik... Aminek a könyvét odaadta. Igen, bizony. De elkuncsorogtam a testvéremtől. Jó könyv. De az is, ahogyan azt lefordította a Gönc, az valami csodálatos. Igazából azt sajnálom, hogy már nincsen ilyen köztársasági elnökünk, de nem akarunk most erre kitérni, meg a Schmidt-Pálos botrányra. Jó, hagyjuk. De az tény, hogy a Gönc nagyon-nagyon nagy dolgot vitt véghez. És azért belegondolva, amikor a filmnek is fordították a szövegét, ugye angolul a Truffa Mary, és azt tetszett, hogy minden, amit a Gönc magyarra átvitt, azt szinte mindent úgy hagytak fordításnál, és ez nagyon... Kivéve a Hobbitot, szóval jó, nem babók. Jó, igen, az igaz, de... Nem babócák. De... Meg tünd, ugye azt hiszem a Babóba volt úgy, hogy Tünde helyett Tündér, vagy valami ilyesmi volt. Mert ha jól emlékszem, a Babóba a Legolász apja van benne, akinek már a nevére nem emlékszem. De visszatérve nagyon nagy dolgot vitt véghez, és mondjuk szerintem a Magyar Tolkien Társaság is belesegítkezhetett a valamilyen módon, ugye, hogy teljesen a Gönc által megnyelvezett Tolkien nyelv, hogy nem, értem, tehát, hogy az kerüljön a filmbe. És ez azért nagyon jó. Mondjuk, ha belegondolunk, a Harry Potternél is így volt. Tehát amit könyvet lefordítottak kifejezéseket, az a szinkronban is úgy volt, és nem fordították máshogy. Szóval én azt kell, hogy mondjam, hogy ha kultjátékokat kell mondanom a Harry Pottereken kívül, mert az első kettő Harry Potter játék ugye nagyon jó volt. Miért a hármas is nagyon jó? PS2-n. PC-n rohadt szar. Jó, az igaz, de PS2-n PC-n nagyon jó. Leültem, 2 óra alatt megvolt. Ennyit. Jó. Szóval emellé a Gyűrűk urának az első része, nem a második, nem a harmadik, az első része az olyan etalon, és mondom, hogy szurreáltól, ott van a Drakkán. Drakkán az nekem az élet meghatározó volt, mert anélkül nem is lennék most videós, és nem is csinálnám ezt az egészet. Szóval ajánlom nektek a szurreál termékeket, tényleg érdemes velük foglalkozni, és van egyfajta olyan pályaszerkezetük, ilyen pályadizájn mechanika, játékmechanika, meg olyan játékvilágbeli felépítés, amiről rögtön fel lehet ismerni. Igen, ez szurreál. Szóval köszönöm, hogy velünk tartottatok. És igen, köszönjük szépen. Hát, ha gondoljátok, akkor valamilyen másik játékból a nővéremet beje investálhatom újból, majd ezt kitaláljuk. Minden esetre valószínűleg egy gameplay még meg fog esni a mai nap keretein belül. Rendben. Na, úgyhogy sziasztok! Sziasztok!